Köszönöm szépen! Én is szeretettel köszöntöm Önöket ezen a mai webináriumon, amelynek a címe a selfie-től a netes csalásokig internetbiztonságról gyermekeknek a Keres rá animációs sorozattal az iskolában. Ebben a kb. 45 perces webináriumban szeretném bemutatni, hogy miért fontos az, hogy foglalkozzunk az iskolában is az internetbiztonság kérdéseivel. Szeretném Önöknek bemutatni azt a nagyszerű lehetőséget, amit a Keres rá című sorozat biztosít a gyermekek számára, a pedagógusok számára. Nagyon röviden felvázolnám a pályázatot, ami, ahogy mondta Főző Attila, most jelent meg, illetve szeretném bemutatni egy sorozat kapcsán azt, hogy hogyan lehet használni iskolai foglalkozásokon, tanórákon a sorozatot, és egyéb ötleteket is szeretnék megosztani Önökkel. Ehhez hoztam egy kis prezentációt is, és az első képen látható két kisgyerek, akik ugyan nem az iskolás korosztályba tartoznak, hanem jóval az alatt, de láthatjuk, hogy milyen fontos szerepet játszik az életükben az internet, és 2011-ben a tablet is volt az év szava. Most, ha úgy tudom, ez az oltás, várható, hogy oltás lesz az év szava. Látható az, hogy a koronavírus járvány még jobban ráerősített arra, hogy mi felnőttek is, és sokan a gyerekek közül is még több időt töltsenek a digitális térben. Az NMHH kutatása szerint a 9-től 16 éves gyerekek több mint kétharmada rendelkezik minimum egy közösségi oldalon saját profillal. Tudjuk jól, hogy sokszor a korhatárt is igyekszenek kijátszani a különböző közösségi média oldalakon. Az okostelefonok aránya a gyerekek körében már 80% fölé emelkedett, és azt is lehet látni, hogy a gyermekvédelmi szűrő szoftvereket alig csak a szülők tizede alkalmazza, holott többen tisztában vannak vele, hogy vannak ilyen alkalmazások, és tanácsos is lenne használni ezeket. Éppen emiatt is fontos, hogy időben kellene megtanítani nekik, a gyerekek számára, hogy hogyan használják jól a netet, meg kellene védeni őket az internet használat okozta károktól, az adatszivárgást és egyéb más veszélyektől is. És itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy sokszor, mivel ezt otthon nem teszik meg, hanem az a tapasztalat, hogy minden magyarázat nélkül kapják meg a gyermekek egész kicsi korban már ezeket az eszközöket. 3 évvel ezelőtt egy biztosítótársaság végzett kutatást, amely szerint a 3 év alatti gyerekeknek közel az 50%-a már használ okos eszközöket, és ez jól mutatja, hogy ők már törölmetszett digitális benszülöttek, nem tudják elképzelni a különféle digitális eszközök kütyük nélküli életet, aminek számos előnye van, most ezt tisztában is vagyunk pedagógusként a digitális oktatás alatt, ugyanakkor nagyon sok hátránya is van, és a szülők részéről nagyon fontos lenne az edukáció, a felkészítés, de mivel ez nem történik meg, így előbb-utóbb a pedagógusok találkoznak ennek a szükségével az iskolában, amikor az iskolai közösségi életben is előjönnek olyan problémák, amik az eszköz használathoz kötődnek, akár az eszközökön Viber csoportban történő bullying, zaklatás, vagy olyan videójátékoknak a hatása, amit otthon néznek meg a gyerekek, de az iskolában beszélnek meg. Ilyen módon mindenképpen fontos az iskolában is foglalkozni ezekkel a témákkal, és ezzel kapcsolatban hoztam egy mémet Önöknek, nagyon népszerű a fiatalok körében, és a fordított szocializációval van
kapcsolatban, ezt a kifejezést Csepeli György vezette be, az internetes robbanáshoz kötődik, amikor is egy olyan egyedülálló helyzetbe kerültünk, amikor is már nem az idősebb tanítja a fiatalabbat, hanem a fiatalok képesek megtanítani olyan dolgokra az eszközhasználat kapcsán az idősebbeket, amikkel ők nincsenek olyan tisztában, vagy nem olyan komfortosan mozognak azon a területen, bár lehet látni egy erős felzárkózást az idősebb generációk részéről is ezen a területen. Tehát azt látjuk, hogy milyen ügyesek a gyerekek, a szülők is, azt látják nagyszülők is, hogy pillanatok alatt képesek letölteni egy applikációt, beállítják a közösségi oldalunkat, profilunkat, képeket töltenek le, videókat készítenek, osztanak meg, és ez bizony nagyon sokszor félrevezető lehet, ugyanis az nem az, hogy a technológiai oldalával tisztában vannak a gyerekek, nem jelenti azt is, hogy a tartalmi részével tisztában lennének, és azoknak az információknak a lelki oldalával, amikkel az interneten találkoznak, nagyon is rászorulnak arra, hogy mi idősebbek, szülők és pedagógusok megtanítsuk őket arra, hogy hogyan értelmezzék a rájuk zúduló információt, illetve azt is, hogyha a neten konfliktusba kerülnek valakivel, vagy megbántanak valakit, akkor ezeket a dolgokat ők hogyan tudják kezelni, ugyanis ezen a területen mi idősebb nemzedékekhez tartozunk, jóval nagyobb tapasztalattal rendelkezünk, és ezek mind-mind olyan készségek, amely rendkívül fontos számukra a felnőtté válás kapcsán is, illetve a közösségi életben is. A Keresre Da Vinci Kit saját gyártású BAFTA jelölt internetbiztonsági videós sorozata pontosan ezekre a kérdésekre világít rá, és segít a gyerekeknek abban, hogy kellő lelki intelligenciával dolgozzák fel mindazt, amivel az interneten találkoznak, és úgy is tudják használni ezt a későbbiekben. Egy néhány másodperces videót, ízelítő videót engedjenek meg, hogy lejátszak most önöknek a sorozatból. Tudd meg, hogy használd biztonságosan a netet a Keresrá sorozattal. BAFTA jelölt saját gyártású sorozata Da Vinci Kit-től. Tippek a biztonságos netezésről, a hamis hírek kezeléséről, az online zaklatás ellen, a megosztásokkal kapcsolatban, a pozitív képernyő időről és még sok másról. Karaktereivel és az életből vett szituációkkal a sorozatban minden megvan, hogy a gyerekek digitális szuperhősök legyenek. Töltsd le az alkalmazást és nézd sorozatunkat a Da Vinci Kit appon. Ez volt egy kis rövid ízelítő a sorozatról. Pillanat, itt igen, és szeretnék tovább lépni. Tehát összesen 18 sorozatot lehet megtekinteni. Ebből 5-höz előre gyártott tanterv is van, amit nagyon egyszerűen fel lehet használni az órákon. És az a jó hír, hogy a digitális témahét alkalmából Da Vinci díjra, média díjra is lehet nevezni, 3 kategóriában. Az első garantált díj minden résztvevőnek, a videósorozat felhasználására épülő pedagógiai projekteket megvalósuló pedagógusok kapják meg, 1 éves a projektben részt vett osztályok tanulói pedig 3 hónapos Da Vinci Kids oktatási app előfizetésben részesülnek. Ez nem csak a sorozatot tartalmazza, hanem egy komoly applikáció is, amin sokat lehet tanulni, információkat szerezni, szórakozva tanulni. A második kategória legaktívabb intézmény külön díj azon intézmények számára, amelyek legtöbb tanulóval valósítanak meg az epizódok közül egy vagy több szabadon választott filmre épülő pedagógiai projektet. Ők intézményi előfizetést kapnak, és ez az intézmény nagyságától függően akár 100 és 3000 darab egyéves előfizetést is jelenthet. A harmadik pedig a legkreatívabb pedagógus projekt, vagy online oktatási jó gyakorlat külön díja,
A nyertes pedagógus az osztályával egy napos ottalvos dabicsi pizsama parti osztály kirándulás nyert, amennyiben az online oktatás folytatódik, akkor is megvalósulhat ez a projekt, egyeztetni kell a szervezőkkel, és ezt egész biztos, hogy garantálják önöknek, hogy megvalósuljon ez az osztály kirándulás, ha nem is ebben az időszakban, hanem amikor már lehet offline is találkozni, offline programokat is szervezni. És a Vodafone is egy külön díjat ítélt a legkreatív pedagógusnak, hordozható wifi hotspotot és egy éves internet hozzáférés lehetőséget. Tehát ez egy nagyszerű lehetőség, és a bővebb információt pedig a digitális témahétnek a honlapján lehet olvasni, itt minden részletet megtalálnak erről, én csak most néhány fontosabb részletre szerettem volna rávilágítani önöknek. Hol lehet elérni ezeket a filmeket, azok, akiknek sikerült felkelteni az érdeklődését, és szeretnének részt venni a projektben, vagy csak egyszerűen szeretnék bevinni ezeket a kis filmeket az órákra, lejátszani ezeket, felhasználni az óravázlatokat, vagy saját maguk kreálni, saját osztályra vonatkozó, az ő preferenciájuknak, érdeklődésüknek, körüknek megfelelő vázlatot. A Keress rá videósorozat felhasználásra épülő pedagógiai projektet megvalósító pedagógusok, tehát ők már automatikusan egy éves előfizetésben részesülnek, a tanulók is, és a digitális témait kezdési időpontjától, de legkésőbb március 22-től a Magyar Telekom, a Vodafone és a TAR videótéka videótár kínálatában is meg lehet találni ezeket a kisfilmeket. Milyen témákról van szó benne, ahogy a videóban is volt, az internetes piszkálódás hatásairól tanulhatnak a gyerekek, megfelelő viselkedésről az interneten, az egészséges egyensúly megteremtése az offline és az online szórakozás időtöltés között, ami most a gyermekek mentális jóléte, lelki jóléte miatt kiemelten fontos, ugyanis nagyon lényeges az, hogy legyenek meghatározott olyan időszakok az életükben, amikor online tanulnak, de nem tanácsos semmiképpen sem az, hogy egész napot az online térben töltsenek el, hanem fontos az, hogy legyen ez egyfajta korlát megszabva a szülők részéről, hogy mikor használhatják a különféle eszközöket, és mikor pedig van itt az ideje a offline játéknak, szórakozásnak, offline tanulásnak. A digitális állandóság megértése, vagyis az, hogyha valamit kiteszünk az internetre, az ott marad, és az internet nem felejt. Az interneten közzétett anyagok gyors terjedéséről is láthatnak epizódot. Milyen órákon és foglalkozásokon lehet használni a sorozatokat? Számtalan órákon, foglalkozásokon lehet használni, ezekből csak néhány ízelítőt hoztam. Hit és erkölcstanon, etika órán, itt meg lehet vitatni azokat az erkölcsi, etikai kérdéseket, amiket a sorozatok, amikkel a sorozatokon is találkoznak a gyerekek a különféle életszerű történetek kapcsán, akár egy vitát is lehet rendezni erről, illetve már meglévő történeteket, amiket ezeken az órákon feldolgoztak, akár bibliai történeteket is párhuzamba lehet állítani ezekkel a történetekkel. Digitális kultúrán, informatika órán és amikor internetbiztonságról tanulunk, lehet használni, illetve akár videókat is lehet készíteni, tovább lehet gondolni a történeteket, hogy vajon hogyan folytatódhat egy sztori. Te hogyan fejeznéd be más, hogy tetszett-e neked ez a történet? Mi lenne egy jobb verzió szerinted?
készítsetek erről egy saját videót, vagy rajzoljátok le képregény formájában a történetet. Testnevelés órán is elő lehet venni, itt különféle mozgásos gyakorlattal lehet bemutatni azt, hogy milyen gyorsan terjed például egy üzenet, és ezt is be lehet mutatni nekik, illetve meg lehet tervezni videójátékokat is, akadálypályákat is mozgásos gyakorlatokkal. Magyar órán, vagy kisebbeknél olvasás órán is vannak olyan gyakorlatok, amiket elő lehet venni, csak ki kell vágni néhány olyan feladatot is találnak majd a tárba. Idegen nyelv órán is ugyanígy lehet szituációs gyakorlatokat játszani, és illetve még a magyarnál említeném, hogy szótárhasználatot is lehet tanítani. Megnézzünk értelmező szótárban olyan szavakat, amiket esetleg nem ismernek, vagy több jelentése van, például zaklatás, visszaélés, bántalmazás, ugyanígy akár idegen nyelv órán is lehet használni ezt. Feladhatunk olyan szövegeket is, akár elemzésre, vagy különféle szövegeket felvághatunk, amiket helyes sorrendbe kell tenni, összerendezni, amelyek a kis epizódok tartalmához, témájához kapcsolódhatnak. Matematika órán is felhasználhatjuk, például megnézhetjük azt, hogy milyen gyorsan terjed egy üzenet, vagy megtaníthatjuk azt, hogy hogyan számolhatják ki, hogy mennyi időt töltenek el az interneten is, mennyi lenne ebből az optimális. Illetve osztályfőnöki óránra is be lehet vinni ezeket a sorozatokat, közösségépítésre is, és más multidisziplinális megközelítésű tematikus napot, versenyt is lehet szervezni. Itt a iskolai kategóriára szeretném felhívni a figyelmet, hogy iskolák is pályázhatnak, és érdemes lehet talán versenyeket is a sorozat köré építeni. Itt videókészítést is adhatunk a gyerekeknek, készítsenek videót arról, hogy hogyan folytatódhatna ez a sorozat, vagy lehet podcastet is, hogyha hang nélkül szeretnének, folytasd a történetet, írd át, írj hozzá egy másik befejezést, szólaltass meg a szereplőket, készíts velük interjút a két főhőssel, akikkel nagyon könnyű különben azonosulni, ugyanis iskolás gyerekek a főhősök, és egy nagymama, ami azért is pozitív, mert ezáltal is csökken a generációs feszültség, a generációs különbség, hogy a nagymama egy pozitív szereplő, aki nagyon laza, nem ítélkezik, hanem mindig tudja, hogy mit kell mondani, mindig nagyon frappáns tanácsokat tudja ellátni a gyerekeket. Lehet felhasználni olyan módon is, hogy bevonjuk a szülőket, ők is lehetnek szereplők a sorozatban, vagy ők is elmondhatják a véleményüket, előadást, egy színi előadást, drámajátékot is lehet, drámapedagógiai foglalkozások során is fel lehet használni ezeket a kisfilmeket, eljátszhatják ezt akár több kis csoportban, és lehet értékelni ezeket, vagy lehet dalt is készíteni, rappet egy-egy szereplőnek a szájába lehet adni ezeket a dalokat, és lehet készíteni ajánlásokat, te mit gondolsz, mi maradt ki a sorozatból, milyen jó tanácsot adtál volna még, és ezeket össze lehet gyűjteni egy ilyen best practice füzetben, például jó gyakorlatok, vagy ajánlások, vagy ami a sorozatból kimaradt, kvízt is lehet akár online, akár offline formában tervezni ezekhez, vagy társas játékot, lehet posztot is írni, mi lenne a legjobb poszt egy-egy fejezetnél,
hogyan tudnád felhívni a figyelmét az osztálytársaidnak, hogy nézzék meg ezt a kis filmet, vagy egy olyan adott szituációban, amit feldolgoz, egy-egy sorozatot, te hogyan reagálnál, hogyan kérnél bocsánatot. Ha valakit megbántasz online, vagy lehet látni egy sorozatban is, hogy megbántott valakit a kisfiú benne online, mit lehetne írni ilyenkor, mi lenne az a legjobb poszt, amivel bocsánatot tudnak kérni. Levelet is lehet írni, tehát számtalan lehetőség van a feldolgozására ezeknek a kisfilmeknek. És nézzünk meg, hogyha már ennyit beszéltünk erről, nézzünk meg egy nagyon rövid, néhány perces kisfilmet, Jack Robot kontra Robotron ez a címe, és utána beszéljük meg, hogy hogyan lehetne konkrétan ezt a sorozat epizódot bevinni az órára. Keres rá! Jack Robot kontra Robotron! Ez tök menő! Juhú! Gyerünk, Robotron! Ó! Ó, teljesen elrontja az egészet! Jól van, akkor én most tönkreteszem a buta robotlábodat! Mi történt, Jack? Robi nem akar velem játszani. Miért? Az előbb együtt játszottunk a robotépítővel. Dűbe gurultam, és valami rosszat csináltam. De már nagyon megbántam. Ó, és ezt Robi is tudja? Nem hiszem. Jack, a netes játék is olyan, mint amikor a való életben játszotok. Ha csúnyán viselkedsz, az emberek ugyanúgy kerülnek majd téged. Oké. Akkor most bocsánatot kérek. Jó. Írd meg neki, mit érzel. Gyerekek, nagyon sajnálom. Robotron visszatérhetnék a játékba. Már, tudom már. Próbáljuk ki ezt a megalábot. A mai témánk az, hogy legyünk kedvesek a neten. Csak azért, mert a neten vagyunk, még ugyanúgy nem szabad gonoszkodnunk a barátainkkal. Bizony, először is rossz tény fed ránk, bajt okozhat, sőt, elveszíthetjük a barátainkat is. Igen. Szóval, mindig gondolkozz, mielőtt üzensz, megosztasz, vagy valami rosszat csinálsz. Csak gondolj bele, te mit szólnál, ha valaki ezt csinálná veled? Szóval, csak okosan, biztonságosan és kedvesen! Ha! Nyugi, jól vagyok! A magyar változatot a Da Vinci megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Hát ez volt egy konkrét kis epizód, és mindegyik epizód végén felhívják a figyelmet a szereplők, hogy Maya és Jack, a két fiatal szereplő, hogy fontos a biztonság és fontos a kedvesség, és úgy gondolom, hogy ez így teljes, ugyanis nem elég csak a biztonságra fókuszálni a neten, hanem nagyon fontos, hogy ne felejtsék el a gyerekek azt, hogy a képernyő túloldalán egy érző lélek, egy olyan osztálytársuk, barátjuk, ismerősük van, aki ugyanúgy érez attól, hogy őt még nem látjuk, és nem tudjuk érzékelni azokat a nonverbális jeleket, amit normál helyzetben, vagy offline helyzetben érzékelni tudnánk. Sokszor ez megtörténik, hogy elfeledkeznek erről, és ez okozhatja a problémáknak a többségét. Itt ez, éppen ezért nagyon szimpatikus ez az elköszönő rész. Akár azt is lehet megtervezni, hogy, vagy feladni feladatként, hogy ezt a részt írják át. Ők hogyan búcsúznának el, meg lehet ilyenkor állítani a képet, levenni a hangot, elindítani újra, és akkor az ő hangjukkal mondják fel azt, hogy ők hogyan búcsúznának el. Ezt akár online órán is el lehet végezni. Nézzük meg közben, hogy hogyan lehetne bevezetni ezt a konkrét epizódot, erre egy olyan 10 perc elegendő.
kérdésjavaslatokkal érdemes indítani. Szerintetek, hogy viselkedett Jack a barátjával, amikor az interneten játszottak? Miért mit csinált? Mit érezhetett a barátja, Robi? Hogyan ugyanolyan kedvesnek lenni az interneten kell-e, mint a való világban? Miért gondolják azt, hogy más a kétféle kedvesség? Miért egyformán fontos mind a kettő? Itt, hogyha a gyerekekben is felmerülnek kérdések, azokat is érdemes meghallgatni, és nagyon szívesen szeretnek általában megosztani véleményeket erről a témáról, elmondani ezeket a dolgokat. Van, akiben felmerül egy-egy konkrét történet, ami veled történt meg, és tanulságos, azt is nagyon jó lehetőség, ilyenkor elmondhatja, meghallgatják, és röviden át is beszélhetik. A fő anyagrészben, ami körülbelül egy olyan 10-15 perc, megbeszélhetjük, hogy hányféleképpen kommunikálunk, osztunk meg dolgokat, és lépünk egymással az interneten kapcsolatba, például telefonon, tableten, interneten. Ezeket össze is gyűjthetjük, ők is leírhatják, ők is elmondhatják, és vagy az is lehet, hogy mi visszünk be egy előre gyártott papírt, ami meg is van, megtalálhatják az óravázlatban, és ezeket kinyomtathatjuk, megkérhetjük a gyerekeket, hogy ők vágják ki akár, és itt nagyon sokféle internetes tevékenységeket olvashatnak. Például szülinapi üzenetet lehet küldeni a barátnak, FaceTime-olni lehet egy baráttal, mert szomorúnak tűnt a suliban, levideózni valakit, aki elesik a parkban, lefotózni egy barátunkat az engedélye nélkül, kaka emojit küldeni egy barátnak, vagy bántó emojit, bántó üzenetet küldeni a barátnak. Nagyon érdekes, most hallottam róla gyerekektől, hogy a TikTokon is terjednek különféle emoji küldő variánsok, például most ez az úgynevezett fairy üzenetek, kommentek, amik népszerűek, amikor is olyan üzeneteket küldözgetnek a gyerekek, ami nagyon tüncinek, tündérnek, kedvesnek tűnik, vagy a neve is mutatja, de mindig ilyen kedves emojival indít, smile, szívecske, tündérke, sütike, csupa kedvesség, és akkor a végén egy nagyon gonosz, bántó, sértő csattanó, például nagyon jó ez a videód, de milyen smiley, emoji, és mindenféle kedvesség, és akkor a végén ott, hogy de nagyon kár, hogy éppen te vagy rajta. Tehát sokféle dolgot meg lehet tudni a gyerekektől, hyha bevisszük ezt a feladatot, és lehet, hogy nincs is szükség erre a templétre, hanem lehet, hogy ők is tudnak annyi mindent felsorolni, hogy jócskán tudunk gyűjteni internetes tevékenységeket, mindenfélét, jót, rosszabbat, és ami annak tűnik, hogy nem is bántó, aztán még is kiderül rajta, hogy tekinthető annak is akár. Kis csoportokban, három kategóriában érdemes ezeket feldolgozni. Kedves kategória, ami kifejezetten egyértelműen kedves, és olyan, ami nem kedves, és amiről nem tudjuk eldönteni, hogy kedves lehet-e, vagy nem kedves. Például lehet egy szülinapi meghívó is, ami első ránézésre kedvesnek tűnik, de mégis van benne valami olyan dolog elrejtve, ami a végül is végső soron inkább a nem kedves kategóriába sorolható. Ezeket fel lehet ragasztani akár egy kartonpapírra, összegyűjteni, hogy mindenki lássa a kategóriákban, vagy akár online felületen is meg lehet oldani úgy, hogy
feltegyen el ilyen címkeszerűen dolgokat a kategóriákba, és utána akár le is lehet ezeket fotózni, vagy screenshotolni, hogy meglegyen hosszabb távon is tudjanak ezzel dolgozni akár, és ezeket kis csoportokban érdemes megvitatni először maguk között. Aztán pedig közösen az osztályban a csoportok elmondják azt, hogy melyiket, melyik kategóriába sorolták, miért, és beszéljük át az egész osztályjal a tevékenységeket. Akár az teljeset, akár egy részét meglátják, hogy mire van idő, melyik az, ami az adott osztály szempontjából például aktuális lehet, vagy fontos arra kiemelten kitérni. És arra is fontos rávilágítani, hogy nem minden fekete-fehér, tehát az online térben nagyobb lehetősége, de nagyobb a lehetőségünk arra, hogy kicsit elmismásoljuk a dolgokat, de ott is fontos figyelni arra, hogy egyértelműek legyenek az üzeneteink, az embertársaink, az osztálytársaink számára. Az összegzésben, egy kb. 10 percben érdemes visszatérni a gyerekek órai elejé javaslataihoz, hogy mi lehet a kedves a neten, mi nem kedves, és nézzük meg, hogy vannak-e köztük olyanok, amelyek interneten is megvalósíthatók, tehát internetes közegben is ugyanúgy relevánsak. Felírhatják a felmerülő ötleteket a csoportok a közös lapra vagy falra, ezt is online is össze lehet gyűjteni, és minden csoport ilyenkor ki tud fejteni részletesen egy-egy példát is az internetes kedvességre. És akár lehet csinálni egy olyan kis könyvecskét, vagy példatárat, amin összeszedjük azokat a top internetes kedvességeket, amikre abban az időszakban érdemes figyelni, hogy hogyan viselkedjünk. Itt akár a netikett is eszünkbe juthat, az internetes illemszabályok. Most legutóbb egy felsős osztállyal beszélgettünk erről, és nagyon érdekes, de azt mondták, azt kérték, hogy inkább ezt a kifejezést, hogy netikett ne használjuk, mert ez egy kicsit olyan boomer, hanem inkább valami más találjunk ki rá, és azt mondták, hogy még az is jobb szerintük egy ilyen netikettes példatárra, a netikett cím helyett, hogy kedvesnek lenni menő. És ugyanígy a többi, a sorozatnak a többi filmjeit is érdemes megnézni a példatárakban, hogy milyen tippek vannak, ötletek vannak. Nem az összes 18 kis filmhez vannak uravázatok, hanem csak öthöz, de azoknak a pedagógusoknak, akik időszűkében vannak, ezek nagyon egyszerűen bevihetők az órákra. Van, amikor elég csak elolvasni ezeket az uravázatokat, esetleg egy feladatot kinyomtatni, felvágdosni, vagy a gyerekeket megkérni, hogy ezt tegyék meg, és akkor már lehet használni, alkalmazni. Úgy is be lehet vinni ezeket a kisfilmeket, hogy megkérjük őket, hogy beszélgessünk, akkor utána ezekről mondják el, hogy ők hogy érzik, történt-e már velük ilyen, azonosulni tudtak-e a szereplőkkel, stb. Itt van egy nagyon aranyos kis epizód, ami arról szól, hogy lehet látni a képen, hogy nem szeretném, hogy mindenki lássa popómat, és e kapcsán is lehet olyan mozgásos feladatokat is játszani, ami megmutatja számukra, hogy milyen gyorsan terjednek az internetes üzenetek, és éppen emiatt rendkívül fontos az, hogy meggondoljuk, hogy elküldünk egy üzenetet. Itt a példatárban van egy posztites gyakorlat, amikor felteszünk a gyerekeknek a hátára egy posztitet, csak az egyik gyerek kap olyan posztitet, ami csillaggal jelölt, nála van az az üzenet, amit majd tovább kell küldeni, meg kell kérni a
gyerekeket, hogy képzeljék el, hogy ezek üres mobiltelefonok, és mindenki írja a másiknak a hátára, vagyis két-két gyerek írja a hátára, másik gyerek hátára a telefonszámot, és a végén, amikor már mindenkinek a hátán vannak telefonszámok, megkérjük, hogy nézzék meg ezt, és az a gyerek jelentkezzen, akinek a csillagos posztit van a hátán, neki kell tovább küldeni üzenetet annak a két gyereknek, akinek a telefonszáma ott van a posztitén. Itt ennél a fázisnál érdemes megkérni a gyerekeket, hogy üljenek le, vagy googoljanak le, és azoknak kell majd felelni, annak a két gyereknek, aki megkapja a hívást attól a gyerektől, aki szeretné számára elküldeni az üzenetet, és ugyanígy nekik is tovább kell küldeni, aki tovább küldte az üzenetet, az felállhat, és így a szemük előtt látható, hogy milyen gyorsan pár pillanatok előtt elterjednek az üzenetek, és emiatt fontos az, hogy meggondoljuk azt, hogy milyen tartalmakat teszünk ki az internetre, mert az internet nem felejt. A gyerekeknél a döntéshozatalért felelős részek az agyban, ezeknek a fejlődése, prefrontális kéreg fejlődése az később történik, meg 22 éves korban fejeződik be, és ezért is van, hogy nehezen tudják felmérni azt, hogy a hosszú távon egy-egy döntésnek, egy-egy felelőtlen elhatározásnak, cselekedetüknek milyen hatása van. Éppen emiatt fontos ezt csúlykolni minél több olyan feladatnál, hogy ezekre játszva, tanulva jobban tudjanak emlékezni akár. A másik kis film pedig arról szól, hogy hogyan tudjuk megbántani olyan üzenetekkel, amik bántóak, amik sértőek, és ezt is a későbbiekben akár ezzel kapcsolatban is lehet olyan feladatokat adni, hogy meg lehet kérni őket, hogy játsszák el például, és játsszák el úgy, hogy ez a kis epizódnak van egy offline variánsa, amikor a gyerekek egymást offline bántják meg, tehát face-to-face hangzanak el azok a sorok, amiket láttunk az epizódban, és játsszák el azt, hogy hogyan történik ez az online világban. Meg lehet beszélni a különbségeket, és meg lehet beszélni azt is, hogy mi a hatása egy-egy bántó üzenetnek, miért nehezebb azt akár az online világban kezelni, rá lehet világítani arra, hogy nincs azonnali visszacsatolás, nem tud reagálni a bántott fél rögtön. Egy-egy ilyen üzenet akár hosszú távon is ott maradhat az interneten, jöhetnek rá válaszok, nincs vége ennek, még egy offline vitának vége szakad a valós térben, és nem kíséri el őket akár a délutánjukon, akár az éjszakájukon, emiatt sokkal nehezebb lehet az online vitákat, bántásokat kezelni, lereagálni, túltenni magunkat ezen. Tehát ez is lehet egy fajta lehetőség erre. A másik, ami még hasznos lehet, hogy szervezünk az iskolában, vagy az osztályban fordított napokat. Említettem a fordított szocializációt, hogy van ennek egy pozitív oldala, hogy az eszközhasználatban ügyesebbek akár, mint némelyik idősebb, viszont a tartalmi részével nincsenek úgy tisztában az érzelmi oldalával, de az, hogy hozzászoktak ahhoz, hogy nagyon ügyesek és komfortosak az online térben, ez megváltoztat a szociológusok szerint a tekintélyhez való viszonyulást is, és nehezebb kiérdemelni, akár tanárként, akár szülőként, akár munkaadóként a tekintélyt.
és örömmel veszik azt, hogyha nekik is van beleszólásuk dolgokba, folyamatokban, elmondhatják a véleményüket, és egy-egy ilyen fordított óra nagyszerű lehetőség arra, hogy ők is elmondják, hogy hogyan látják az internet használatot, és ennek a különféle aspektusait a sorozat epizódjaihoz kötődően. Ők is tarthatnak egy órát nekünk idősebbeknek, akár, illetve az is lehet, hogy felsős tanulók tanítanak meg alsósokat, ők tartanak nekik foglalkozást a kisfilmekre alapozva akár. Ez is lehet egy jó iskolai projekt, vagy lehet kiválasztani a legsikeresebbeket, akár videóra is lehet venni, és lehet szavazni is ezekre a projektekre, így be lehet vonni az egész iskolát is ebbe a folyamatba. És most lassan a végéhez közeledünk, hogyha bármilyen kérdésük van, illetve további tartalmakért ajánlom a Da Vinci Kids-nek a tanári Facebook csoportját, illetve az előbb bemutatott digitális témahét oldalon tudják megtalálni a linkeket a pályázatokhoz, és az egyéb szükséges anyagokat is itt találhatják, és ha a témában szeretnének olvasni, akkor szeretettel várom önöket a blogomon, amire nem csak én írok, hanem fiatal ismerőseim is írnak, generációs kérdésekről is, és internet használatról is. Most nemrég jelent meg egy fiatal írása a digitális kiégésről, ami főként a középiskolában, felsőoktatásban nagyon aktuális, és szeretettel várom önöket a Facebook oldalamon, a honlapom és az Instagramon is. És most lehetőség van kérdéseket is feltenni, hogyha felmerült, szívesen válaszolok rá.